A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Köszöntöm Önöket, ez itt a Köztér Extra, benne pedig kérdezhetik a polgármestert. Sok szeretettel köszöntöm a stúdiumban Cser Palkovics Andrást, és köszönöm, hogy ismét elfogadta a meghívásunkat. Most itt kívánok, köszönöm szépen a meghívást és a lehetőséget, hogy beszélgethetünk Székesfehérvár közös dolgairól. Ugye online is érkeztek kérdések, hiszen korábban meghirdettük, de a nézőknek mondom, hogy ez egy interaktív műsor, hívhatnak minket az adás ideje alatt a 22-516-110-es telefonszámon, és feltehetik közvetlenül a kérdéseket. Természetesen az online kérdésekre is válaszolni fogunk, majd vagy igyekszünk válaszolni a mai műsorban. A mai napot, ahogy néztem, az egyik fontos hír volt, ami tényleg ilyen sokan érdeklődtek iránta, az, hogy a Telekinek, a tagintézményének a felújítása is elkészült, és hogyha jól emlékszem, akkor ez egy gyakorlatilag 1,5 milliárdos program, 15 iskolát és óvodákat is érint. Mit kell erről tudni? Fehérvár elkötelezett, hogy az iskoláit, óvodáit, szociális, kulturális intézményeit folyamatosan fejlessze, függetlenül attól, hogy milyen fenntartóról beszélünk, hiszen mindegyikbe mondjuk fehérvári diákok járnak tanulni, vagy tanárok, óvodapedagógusok járnak dolgozni, tehát mindegyikük nagyon fontos természetesen a város önkormányzatának. Ebből következően, ahol lehet, ott forrást ragadunk meg, hogy ezeket az intézményeket fejleszteni tudjuk. Ugye több mint 21-22 milliárd forintot tudunk például az iskolákra elkölteni, ebben van állami forrásból megvalósuló beruházás, van Európai Uniós forrásból megvalósuló beruházás, és van a helyi adóknak köszönhetően önkormányzati fejlesztés is. A mai nap Európai Uniós forrásból megvalósult beruházásokat mutathattunk be. Ez most 18 iskolát és óvodát érint, illetve majd további 5-5 fok, abban már szociális intézmények is vannak, energiakorszerűsítéses pályázatok. 15 esetben viszonylag kisebb beavatkozást, fejlesztést tudunk megvalósítani, mondjuk napelemeket helyezünk el az adott intézmény területén. 3 esetében viszont kifejezetten nagy és jelentős fejlesztés van, hamarosan majd a Táncsics iskolánál fogjuk zárni, aztán a Munkácsi iskola beruházása fog befejeződni, és ma pedig a Telekinek az egykori Sziget általános iskoláját, ma tagintézményét tudtuk megnézni. Több mint 400 millió forintból tudtunk nyílászárókat cserélni, hőszigeteléssel ellátni a épületet, homlokzatot felújítani. Korábban egyébként a mosdókat tudtuk felújítani. Nagyon szép lett, rá is fért erre a közel 50 éves épületre. A környezetét is meg tudjuk újítani, hiszen a Balatoni út szervizútjának fejlesztése második ütemét tekintve folytatódni fog. Tehát egy kicsit komplexen újul meg ez az iskola és az iskola környéke is, de még egyszer folytatni fogjuk más intézményekkel, iskolákkal, óvodákkal, szociális-kulturális intézményekkel. Akkor maradjunk az oktatási intézmények felújításánál. Én ott a Palotavárosban lakom, és a korábbi Borienő általános iskola épülete mellett elsétálva látom, hogy folyamatosan zajlik az élet. Nyilván a tópartisok ezt így használatba vették, a tópartis gyerekek. Mit kell tudni az intézmény felújításáról, a tóparti felújításáról? Ez hol tart most, illetve abban a komplex programban mely intézményeknél zajlik majd még korszerűsítés? A Modellvárosok program keretében zajlik ez a beruházás. A tóparti esetében ez egy komplex felújítást jelent, ugyanúgy, mint a Kodolányi esetében, amelyik ugye bővülni is tud majd az Ibli iskola rész felújítása irányába, és a Vasvári gimnázium is felújítás elé néz, illetve bővítés elé. A tóparti esetében már a kivitelezési munkák zajlanak, és várhatóan a tanév végére be is fogjuk ezt fejezni, de hogy gyorsítani tudjuk, egyúttal pedig biztonságosabb legyen az oktatás-nevelési munka, ezért a Bori iskola épületébe költözött át a tóparti, egyébként maga a beruházás szépen zajlik. Napokon belül átadjuk a munkaterületet a Kodolányi gimnázium esetében, ami az Ibli épület megmentésével, felújításával kezdődik, és utána majd rátérünk a Kodolányi gimnáziumnak azokra az épület részeire is, amit most a gimnázium használ. Ugye itt kicseréltük már korábban a nyílászárót,
ugyanúgy, mint ahogy a vasvári régi épület esetében, ami komplex felújítást kap, ott várhatóan novemberben ki fogja írni a közgyűlés már a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzést, tehát 2024-ben az is el fog tudni indulni, és szemközt pedig a mostani ideiglenes parkoló helyére fogunk tudni egy épület bővítést felhúzni, ami például tornatermet, tantermeket fog a vasvári esetében jelezni. Lezárult 15 iskolánál a mosdófelújítás, szociális blokkok felújítása, ez is szintén ennek a programnak a keretében állami pénzekből valósult meg, és hát a Kodály iskola esetében tudtunk előre lépni. A hétvezér felújítása indul most hamarosan el, illetve az Arany János iskolánál a vízivárosi épületet tudjuk megújítani, és ha már a Teleki egyik épületéről beszéltünk, akkor a program része lesz az, hogy a hagyományos nagy régi Teleki épület esetleges tetőtéri bővítésének tervei fognak tudni elkészülni, és amikor meg lesznek a tervek, akkor bízom benne, hogy fogunk tudni hozzá kiegészítő állami forrást kapni. Én azt hiszem, hogy tényleg óriási mértékű ez a felújítás, amit az iskoláknál el tudunk érni, de a következő években is szükség lesz ennek a programnak a folytatására. Részben vannak még olyan általános iskolák, ahol előre kell lépnünk, részben pedig a szakgimnáziumok, szakiskolák esetében van feladat. Ugye ott a szakképzési centrum előkészítette egy több iskolát érintő felújítási programot. Bízunk benne, hogy az Európai Uniós források meg fognak érkezni Magyarországra és Székesfehérvárra is. Többek között ilyen fejlesztéseket fogunk tudni belőle megvalósítani. Köszönöm. Fejlesztésekről még lesz szó, de a kollégáim jelezték, hogy itt van az első telefonálunk. Üdvözlöm, ez itt a Köztér, várjuk a kérdését. Jó estét kívánok, polgármester úr! Jó estét kívánok! Az lenne a kérdésem, köszönöm, hogy fogadták a hívásom, hogy Fekete-hegyen sok helyen lezárták az utcákat virágládákkal, de azt tapasztalom, hogy ez nem jelent megoldást a csúcsforgalomba, mert sokszor a Farkasmármi úton a Szingyár végéig áll a sor, és arra szólnak az autók. Nem tudom, hogy lesz-e esetleg megoldás a szárazréti körforgalom kérdésére. Köszönjük szépen a kérdését. Nagyon szépen köszönöm a kérdést. Sokakat érintő témát vetett föl a kérdező. Összefüggő két kérdés, de mégiscsak két kérdésről van szó. Szóval az egyik a mostani forgalmi rend kialakítása, úgy ott képviselő úr javasolta azt, hogy ezt a fajta próbát tegyük meg, és próbáljuk a családi házas övezet átmenő forgalmát csökkenteni, és ezáltal az ott élők számára egy kicsit könnyebb közlekedési és életfeltételeket biztosítani. Nyilván ezt értékelni kell, és utána meg lehet nézni, hogy ez hosszabb távon is így maradjon, vagy adott esetben változtatni kell. Nagyon-nagyon sokféle észrevételt kapok, kinek tetszik ez a megoldás, kinek pedig nem tetszik. Azt hiszem, hogy fontos volt, hogy megvárjuk az iskola kezdést, mert ilyenkor még különös és viszonylag sok tapasztalat érkezik hozzánk. Ezeket én kértem egyébként a közlekedési szakiroda munkatársaitól, hogy folyamatosan értékeljük, és nézzük meg, hogy szükséges-e a beavatkozás. Ha kell, egyébként érdemes talán helyszíni szemlélet is tartani, bár én óvainteném a politikusokat attól, hogy forgalmi rend kialakításában mi mondjunk véleményt. Szerintem ez egy közlekedésszervezési szakmai kérdés, tehát fontos, hogy a szakemberekre hallgassunk. Megnézzük, hogy most ennek az intézkedésnek mi a következménye és mi a fogadtatása az emberek részéről. De az nagyon fontos, és teljesen egyetértek a hölgyel, hogy az igazi megoldás és az igazi kérdés az nem a forgalmi rend, hanem valójában a körforgalomnak a kérdése. És a körforgalomban ugye pár héttel ezelőtt nyilvánosságra hoztuk azt a tanulmánytervet, amit a város megbízásából készített egy szakmai csapat. Ugye fontos tudni, hogy ott az Újcsóri útnak az a része, maga a körforgalom, az egy állami fenntartású út, tehát nem az önkormányzat fenntartásában van, de pont annak érdekében, hogy haladjuk, a város rendelte meg ezt a tanulmányt. Sokféle megoldás született. Szerintem van olyan viszonylag gyorsan és talán anyagiakban is belátható költséggel járó megoldás, ami szerintem tudna segíteni. Nem oldana meg mindent, de tudna segíteni, és ezért aztán az október első heteiben valamikor a közútkezelővel folytatjuk az egyeztetést, részben ezekről a programelemekről és lehetőségekről, részben pedig arról, hogy hogyan lehet a nehéz gépjárműveket más útra terelni, hiszen elkészült a nyugati elkerülő. Szerintem nem kellene minden nehéz gépjárművet, teherautót beengedni ebbe a bizonyos körforgalomba,
már ezzel is lehetne forgalomat csillapítani. Hát ott a csúri ezeket az egyeztetéseket igyekszünk az ősszel lefolytatni, utána bízom benne, hogy közösen a közútkezelővel megkeresni a szakminisztériumot, és ha kell, akkor ha a kisebb beavatkozások valamelyikével meg tudunk állapodni, szerintem akár az önkormányzat is kész hozzá forrást biztosítani, hogy minél hamarabb legalább egy átmeneti megoldást tudjunk nyerni erre a problémára, hiszen látszik, hogy ennek a körforgalomnak óriási a forgalma. Az igazi hosszú távú megoldást pedig, ahogy a Osan körforgalomra, az Újcsóri úti körforgalomra is, majd a negyedik stráda lejáró, és az M7-es, M1-es autópályákat összekötő M81-es új számozás szerint M200-as autópálya fogja jelenteni. Ugye ez ki van adva koncesszióba, 2030-32-ig kell megépíteni, és bízom benne, hogy az M7-es felől tud indulni. Ez azt jelenti, hogy évekkel korábban mondjuk ez a szakasz el tudna készülni. Vannak egy, erre szóló ígéretek egyébként? Ez egy szerződéses halmazal, le van kötve ez a munka, tehát elméletileg ebben az időpontban el kell készülni. Nyilván nem mindegy, hogy az M1-estől indul, vagy az M7-estől, vagy esetleg mind a két irányból, meglátjuk. Nyilván ez meghaladja a város lehetőségeit, de talán az Újcsóri körforgalomnál egy kisebb beavatkozással a állam és az önkormányzat közösen eredményt fog tudni elérni, és ehhez talán nem is kell annyira sokat várni, úgyhogy én azt abban kérek még türelmet, hogy a közútkezelővel ezt az egyeztetést hagy folytassuk le, hagy keressük meg a minisztériumot, arra tudok ígéretet tenni, hogy ezzel kapcsolatos minden információt, hogy eddig, ezután is tájékoztatásképpen az emberekkel meg fogjuk osztani. Volt egyébként ehhez kötődően egy online kérdésünk is, mégpedig Kovács Róbert írta nekünk, hogy a körforgalom átépítése is csak ideig, óráig fog hozni egy kis enyhülést, össze kéne kötni az északi oldalon az elkerülőt, hogy legyen egy rendes körgyűrű a városon kívül. Ezzel gyakorlatilag erről szóltam elő, hogy ez a bizonyos negyedik stráda lejáró az M7-es felől Fehérvár és Szabadbattyán között ezt tudná úgymond hátulról Fehérvár és Iszka-Szentgyörgy között elvinni a forgalom jelentős részét, és ez valóban tehermentesíteni a Fekete-hegy szárazréti területeket is. Nem csak a körforgalmat, hanem a Farkasvermi utat is, az Újcsóri utat meg is, a belső és természetesen a belső utcákat is, hiszen ott egy örök ellentmondás alakul ki. A részben átmenő forgalom, vagy a környék utcáiból azokat az utakat használni kívánok, és az ott élők között. Egyébként ez nyilván nem csak Fekete egy száraz réten van így, hanem más városrészekben is, de nyilván mindenkit elsősorban az a városrész érdekel, ahol él. Azt hiszem, hogy ez abszolút érthető emberileg. Köszönöm, és hát Rába Henriett a kollégám ezúttal is az utca emberét kérdezte Székesfehérváron. Nézzük az első összeállítását, hogy milyen kérdések érkeztek polgármester úrhoz. Nagyon sok a betelepített, aki nem tudja a tisztességet, a rendet, és a buszmegállókat úgy kell takarítani, hogy hajnalra, mire a magyarok felébrennek, egy kicsit rendbe legyen. Ott hagynak minden szemetet, isznak, ha nem is alkoholosat, de azt a dobozt is az 5 méterre lévő kukába be kellene tenni, mert mindennek megvan a helye. Engem ez kegyetlenül idegesít. Én nagyon értékelem a polgármesternek az emberekhez való viszonyát, azt a törekvést, amit a városért tesz. Azt látjuk, hogy fejlődik, szépül a város, és a másik pedig az, hogy egy példamutató ember, aki beszédbeli nyíltsággal tud az emberekkel bánni, mert olyan a családi élete, olyan a városhoz való viszonya, és ami meg még nagyon tetszik, hogy szívén viseli a városnak a sorsát. Tehát azért van, hogy ő a városért van, nem egy politikai ember, hanem ő egy polgármester, ahogy ő is mondja, és ez nekem nagyon tetszik, hogy egy ilyen erkölcsös, magas erkölcsi irányadó mértékkel élő ember a városunknak a vezetője. Én a zenéket szeretem, a szimfonikusokat, meg a népi tánc csoportot, úgyhogy én ezen az oldalon szerettem meg a polgármester urat, mert mindig azon van, hogy anyagilag is biztosítsa a városnak a megfelelő mennyiségű pénzt, vagy hogy mondjam. Mindig látom, hogy a királyi napok meg mindennel törődik. Az a véleményem, az újságban olvastam a pesti kiállításról a Szépművészeti Múzeumban, hogy azt propagálják,
És azt hiányolom, hogy Székesfehérváron, a mi múzeumunkban, itt nem propagálják a Munkácsi kiállítást. És ezt szeretném, hogyha ez hogy mondjam, többet beszélnének erről. Mert ugye a Munkácsi az a mi Munkácsink. Győrbe megyek egyetemre, és hát ugye itt megáll a buszom, és gondoltam, körülnézek itt Székesfehérváron, mert nagyon szép város, és tényleg szép. Nagyon tetszik. Nos, hát ez volt az első ilyen kérdés csokor, hogyha fogalmazhatok így. Volt benne mindenféle téma, azt hiszem. Mind, ami általában is egy városra, nagyvárosra jellemző, mindennek megvan a helye, azt hiszem valahogy így fogalmazott az első kérdező, illetve véleményt formáló, és egyetértek, én csak azt tudom mindenkitől kérni, hogy tartsuk a rendet, tartsuk a tisztaságot, hottakuk arra, 5 méterre lépjünk oda az autóból, azt a csikket ne dobjuk ki, nem csak azért, mert veszélyes, hanem azért, mert ne szemeteljünk a saját városunkba, a saját környezetünkbe, otthon sem dobja el, gondolom, senki a nappali kellős közepén azt a szemetet, hanem elviszi a kukáig. Ugyanezt kérünk mindenkitől egy buszmegállóba, vagy éppen az utcán, vagy egy közterületen. Nagyon sokszor és sok vendégtől kapom meg azt, hogy nagyon tiszta Fehérvár, és én is úgy érzem, hogy így van, de az nem azt jelenti, hogy nem tudunk ezen is még egy kicsit javítani, de ehhez sokak együttműködése szükséges. Annak nagyon örülök, hogy azt érzékelem, hogy a közhangulat ma már arról szól, hogy elvárás a tisztaság, elvárás, hogy tartsuk be a rendet, a szabályokat, és ez egyre inkább erősödik. Ezt szoktuk sokszor irigyelni Ausztriában vagy Németországban járva, hogy ott a társadalmi hozzáállás is ezekhez a dolgokhoz az, hogy szeretik az emberek a rendet, hiszen az a mi közös otthonunk, közösen tartjuk azt tisztán, és óvjuk a környezetet, és úgy érzékelem, hogy egyre nagyobb az igény erre Fehérváron is. Az emberek zöme ezt megtartja, és majd neveljük azokat, akik ezzel még egy kicsit máshogy állnak. Köszönöm a sok kedves gondolatot, nagyon jól estek. Különösen az a része, amit én vallok valóban, hogy ne párt alapon, főleg ne párt politikai alapon vezessünk, irányítsunk egyáltalán, nézzünk erre a városra, ez a mi közös otthonunk, és ez szerintem túlmutat a pártpolitikai küzdelmeken, azt hagyjuk meg az országos politikának, és helyben szolgáljuk a közösséget, mert szerintem az emberek döntő többsége ezt várja el tőlünk. Köszönöm a jelzést a hölgynek arról, hogy esetleg ő hiányolja azt, hogy a budapesti kiállításokkal ellentétben általában a vidéki kiállítások, így a Szent István Király Múzeum is kevesebbszer kerül szóba. Ez nyilván egy kicsit az egyközpontúságból fakad, az élet különböző területein ez megjelenik, de azért most elmondhatjuk, hogy egyrészt a helyi sajtó azt hiszem mindent megtesz, hogy a helyi értékeket bemutassa. A közösségi médián lehetőségként azt kihasználva szerintem sok információ jelenik meg, és most is érkezik éppen a holnapi nap az egyik országos kereskedelmi televízió, hogy forgasson pont a Munkácsi kiállítással összefüggésben. Bízom tehát abban, hogy a figyelem egyre inkább erre a kiállításra is kiterjed. Pontosan tudjuk, hogy gyönyörű lett a hadtörténeti múzeummal közös kiállítása is a Szent István Királyi Múzeumnak. Hamarosan nyílik a kőtár, ami szerintem az új kis kulturális közösségi tere és csodája lesz, és lelkiekben is szerintem egy fontos beruházás, hogy az egykori köztársaságmozi épületében. És hát még ne áruljuk el pontosan, de hamarosan még egy nagy nemzetközi kiállítást fogunk tudni megnyitni, szintén a múzeumunk szakembereinek köszönhetően. Tehát szerencsére azért van, szintén egy újabb mutatni, helyszínen. Egy újabb helyszínen. Szerintem a következő hónapokban az egyik kulturális központja szinte Európának is, de Magyarországnak egészen biztos a múzeumok tekintetében Székesfehérvár. Bízom benne, és biztos is vagyok abban, hogy ez a látogatási adatokon is látszani fog. De persze ez az is kell, hogy eljusson az információ az emberekhez, úgyhogy én is arra kérek minden nyilvánossággal foglalkozó szervezetet, sajtóterméket, hogy mutassa be, hogy ilyen kiállítások érhetők el Székesfehérváron, mert valóban nagyon rangos, szép gyűjteményeket fogadhatunk.
fiatalembernek üzenem, hogy máskor is álljon meg Székesfehérváron, később adott esetben mondjuk mesterszakra pedig jöjjön ide tanulni. Hogyha már a múzeum esett szóba, azért itt az itt élők szeretik a múzeumot, illetve a múzeumhoz kötődő szakembereket. Elég, hogyha arra gondolunk, hogy szombaton egy emléktáblát avathattunk Nádorfi Gabriella régész tiszteletére Gorziumban. Kedves Gabriella, azt hiszem, hogy ezt teljes mértékben megérdemelte, szolgálta ezt a múzeumot, szolgálta a saját hivatását, szolgálta azokat az ügyeket, amik neki fontosak voltak, maga a múzeum, akár Fehérvár, akár Gorzium, akár Szabadbattyán, ásatások, szeúzókincs, és megérdemelte Gorzium területén ezt az emléktáblát. Nagy öröm volt, hogy ezt a múzeum vezetőivel közösen tudtuk átadni, és hogy ott voltak a család tagjai is, sőt szóltak is az egybegyűltekhez. Szerintem egy nagyon szép, megható kis ünnepség és emlékezés volt. Persze Nádorfi Gabriella hitünk szerint valahonnan ezt látta, érezte, ide gondolt, és tiltakozott volna, hogy ne róla beszéljünk, hanem az ügyről beszéljünk, de szerintem megérdemelte azt, hogy most róla szóltunk. És szerintem azt is megérdemelné, hogy ezt tovább tudjuk folytatni, és az emléktáblán túl azokat a nagy szolgálatokat, amiket ő itt hagyott nekünk örökül, és amire mindig föl is hívta a figyelmet, hogy ha ő már nem lesz, akkor vigyük ezt tovább, egyfajta fáklyaként. Ez pedig mondjuk a szeúzókincs, hogy a szeúzókincsnek talán újra a Szent István Király Múzeumhoz kellene területileg is tartozni, és ezáltal itt bemutatni egy ideig Fehérváron, aztán esetleg majd későbbiekben Szabadbattyánban, és ezáltal, hogy folytatódjanak a szabadbattyáni ásatások is. Ha ezeket el tudjuk érni, akkor azt hiszem, hogy tényleg szépen és méltó módon ápoljuk az ő emlékezetét. Aztán menjünk tovább még a kérdésekkel, hiszen ahogy azt említettem, többen is írtak nekünk az online platformon, és hogyha már kultúra, akkor a Vörösmarty Mihály könyvtárat kell, hogy megemlítsük. Lakatos Ferencné írta nekünk azt, hogy ő szeretné megkérdezni öntől, hogy 50 évvel ezelőtt már egy makett is készült a Vörösmarty könyvtár új és korszerű épületéről, de ugye még nem kell 50 évet várni ennek a megvalósulására, ez volt az ő kérdése. Ugye 50 évvel ezelőtt biztos nem én mutattam be a makettet. Én arra tudok felelősséget vállalni, amit én tudok megígérni, és akkor fogok megígérni, hogyha biztos forrását látom annak, hogy mit és hol tudunk megépíteni. Azzal kapcsolatban teljesen egyetértek a kérdezővel, hogy fontos lenne egy 21. századi könyvtár létrehozása. Ez térben is, eszközben is mindenképpen előrelépést jelentene. Azzal együtt, hogy persze gyönyörű épületekben van most is a könyvtár központi épülete, hiszen a város egyik legszebb tereme a díszterem, de nyilván azért ez egy ilyen régi műemléki épület olyan kereteket is ad, amihez képest ma már többet is lehetne álmodni, bár pont a digitalizáció tekintetében szerintem a könyvtárnak is nagyon jó akciói, előrelépést jelentő megoldási javaslatai vannak. Az Európa Kulturális Fővárosa pályázatában szerettük volna ezt a problémát megoldani, ugye sajnos nem mi nyertük ezt a pályázatot, de keressük a lehetőséget, erre mindenképpen ígéretet tudok tenni, de akkor fogunk lépni, hogyha pontosat tudunk a tájékoztatás formájában a könyvtár látogatóinak átadni, és azért egy dologra felhívnám a figyelmet, nagyon kevés nagyvárosban van ma már olyan tagkönyvtári rendszer, mint ami Székesfehérváron működik, és amit működtetünk, hogy minden, vagy legalábbis minél több városrészbe eljutjuk a könyvtári szolgáltatásokat, hiszen úgy látjuk, hogy erre egyébként az igény nő. Hamarosan egyébként én is megújítom például a könyvtári tagságomat, mert ezzel is szeretnénk fölhívni a figyelmet arra, hogy az embereknek érdemes könyvtárba menni. Fantasztikus szakembergárda van, és igen, remélem, hogy előbb-utóbb nagyobb fejlesztésekbe is előrelépést tudunk majd elérni. Köszönöm. Akkor összeszedném egy csokorba a közlekedést érintő kérdéseket. Az egyik kérdezőnk a Budai úton a lámpák beállítását kritizálta, szerinte rosszul vannak beállítva, és hogy ennek kapcsán lehet-e valami megoldást találni. Ez volt az egyik kérdés. Aztán Virág kérdezi, hogy a buszmenetrend kapcsán a 37-es busznak van-e elképzelés, vagy lehetőség arra, hogy a Kőrösi utcáig kimenjen, illetve a Lomnici út egyirányosítását is felvetették, mert a Anna szerint, aki ezt a kérdést küldte hozzánk az online felületünkön, az életveszélyes, keskeny és
szerinte megoldást jelentene az egyirányúsítás? Ez is mutatja, hogy a közlekedés joggal és okkal egy slágertéma, és mindenkit érint a városban, hiszen mindenki valamilyen formában közlekedik. Szerintem fontos, hogy az egyirányosításnál akkor tudunk előrelépni, hogyha nem egy-egy utcáról tudunk beszélni, hanem egy városrészről, és az adott utcában élők döntő többsége igényli és egyetért egy ilyen lépéssel. Mindenképpen forgalom lassító egy ilyen lépés, az átmenő forgalmat csökkentő hatása is van, ezek mindenképpen pozitív hatást jelentenek. De tudnék mondani olyan öreghegyi utcát, ahol nem olyan régen volt fórum ugyanebben a kérdésben, és nagyon nagy többséggel leszavazták azt az indítványt, hogy egyirányosítsák az adott utcában a közlekedési rendet. Én is még látnék ebben lehetőséget, különösen azoknál az utcáknál, ahol alapvetően lakóforgalom az, amiről beszélhetünk, de jó, hogyha ebben egyfajta közmegegyezés lesz, mert olyan feszültség alakul ki, mint ahogy a mai műsorunkban is egy említett másik városrész, másik területén, ahol ott is biztos mindenkit pro és kontra jó szándék vezet, csak nagyon nehéz ezeket a nagyon sokszor ellentétes véleményeket összehangolni és valami kompromisszumot kötni. Tehát én azt kérem mindenkitől, hogyha van ilyen kezdeményezés egy ilyen utcában, akkor azt fogalmazzák meg, legyen mögötte egy többségi álláspont, és úgy keressenek meg bennünket. A buszmenetrend bővítését mindenképpen fontos lenne elérni. Ugye elkészült egy bővített hálózat és menetrend, ezt fogjuk most frissíteni. Lesz is ennek egy társadalmiasítási szakasza, tehát amikor újra ezt a hálózatot és menetrendet az emberek elé tárjuk, kérjük, hogy véleményezze mindenki, akkor is, hogyha egyetért a változtatással, de különösen akkor, ha esetleg valamit problémásnak lát, mert jó lenne, hogyha erre 2024-25-ben, amikor lesz rá pénzügyi forrás, akkor vissza tudnánk térni. Tudni kell, hogy ez sokkal több kilométert jelent, sokkal bővebb hálózatot, sokkal sűrűbb menetrendet, és sokkal korábban kezdődő és tovább tartó menetrendet minden szempontból, beleértve városrészeket, és beleértve egyébként időbeli faktorokat is. De azt is látni kell, hogy egy busz valahova el tudjon menni, annak azért vannak közlekedési feltételei, megfelelő széles utak és utcák, megfelelő fordulatra alkalmas helyek, úgyhogy nem tudjuk mindenhova elvinni, és többek között ezt azért is mondom, hiszen alapvetően a külterületi részek, zártkerti részeknél van egyfajta műszaki, fizikai határa annak, hogy egy autóbusz meddig tud kimenni, de nyilván mindenki érzékeli, hogy a város ez nyúlik, és ha nyúlik, akkor a közösségi közlekedéssel történő kiszolgálást is fejleszteni kell, és persze ezt az egészet nekünk finanszírozni is kell. Igen, valamiből. Azért az anyagiak, igen, és most is több mint 2 milliárd forintot költünk a közösségi közlekedésre. Egyébként a saját bevétele is nő úgy, hogy nem emelünk árat és bérletet, tehát látszik, hogy az igény is nő, illetve a kedvezményes diákbérlet, az, ha kicsit ilyen magyar tanul rondán fogalmazhatok, vagy pongyolán, akkor nagyon bejött. Tehát a diákok visszaigazolták, hogy volt értelme megtenni ezt a fajta könnyítést. Ugye bejöttek az új autóbuszok, korábban dízelek, aztán pedig 12 elektromos Ikarusz autóbusz. 7 év körül van most a átlag életkora a gépjárműveknek, ez európai szinten is kifejezetten kedvező, és szeretnénk ezt is folytatni. De komplex kérdés, ahogy más alternatív közlekedési eszközöket is és formákat is szeretnénk bővíteni, például mondjuk a kerékpáros közlekedés, ezért helyezünk el egyébként a vasútállomás és a belváros környékén is most fedett kerékpártárolókat, ezek már várhatóan idén el fognak készülni, tehát amikor majd tavasszal újra jó lesz az idő, akkor már biztonságosan jó helyen lehet elhelyezni ezeket az általában ma már bizony nem is kísértékű kerékpárokat. Ennek is jó volt a visszajelzés, hogyha néztem. Igen, sokan örültek neki, kicsit ugye ez visszaigazolja azt a munkát, amit a kerékpáros klubbal hosszú évek óta folytatunk, ilyen a kerékpártámaszok kihelyezése, nekik volt igénye arra, hogy legyenek ilyen fedett tárolók is, és ahol lehet ott a kerékpáros infrastruktúrát növelni tudjuk. Ugye van még egy nagy előttünk lévő feladat, ez a Budapest-Balaton kerékpár útnak a fehérvári szakasza, ugye ez egy állami beruházásként megvalósuló fejlesztést fog jelenteni. Költségvetési kérdés, hogy mikor tudja az állam elindítani, ugye a tervek, engedélyek rendelkezésre állnak, úgyhogy egy közbeszerzéssel azt hiszem, hogy legalábbis bízunk benne, hogy hamarosan ez elindulhat, és talán volt még egy kérdés ott az elején, amire nem tudom, hogy válaszoltunk-e. Budai úton a lámpák. Ugye a budai úti lámpák.
Teljesen igaza van a kérdezőnek, korán sem működik úgy a zöld hullám, mint ahogy a Palotai úton például működik, más a technológiája, az utóbbi már egy sokkal később készült, modernebb technológia, sajnos a Budai úton az összehangolás ideig, óráig tart, mert amikor a jelek egymáshoz képest elcsúsznak, akkor sajnos összeomlik ez a zöld hullám, úgyhogy ott biztos, hogy bizonyos cserékre is szükség lesz, az a cél, hogy a Budai úton is kialakuljon, hiszen ott még viszonylag sok a lámpa, és hogyha ezeket összehangoljuk, az közlekedési szempontból és környezetvédelmi szempontból is mindenképpen fontos. Kérdezőnek teljesen jogos a kritikája. Akkor egy teljesen más iskolafelújításos kérdés. 50 éves lesz a Tóvárosi iskola, kiesnek lassan az ablakok. Lehet-e itt egy nagyobb felújítással számolni? Ezt kérdezi tőlünk egy Ahogy mondtam a beszélgetésünk elején, folytatjuk ezt az iskolafelújítási programot részben városi forrásból, részben állami, részben pedig európai uniós forrásból. És itt azért egy kérdésre hogy hívjam fel a figyelmet. Amikor azt mondom, hogy városi forrás, az helyi adóbevételt jelent. Az iparűzési adó és építményadó, amit a vállalkozások fizetnek. Egyrészt szeretném ezúton is nekik megköszönni. Azt is megköszönöm, hogy többletforrásokhoz is juttatták ebben a nem könnyű helyzetbe az önkormányzatot. Nyilván mi is ezt tettük az elmúlt években, amikor mondjuk a KKV-knak egy jelentős 5 milliárd forintos iparűzési adókedvezményt tudtunk biztosítani, de itt kell eldönteni, ugye érkezett arra a politikai javaslat, hogy csökkentsük a helyi adókat, de ha csökkentjük a helyi adókat, akkor kevesebb jut iskolákra, óvodákra, bölcsödék felújításokra, utak felújítására, közművek felújítására, vagy önként vállalt feladatok biztosítására, vagy éppen akár a könyvtár fejlesztésére. Ezt kell tehát eldönteni. Versenyképes a fehérvári adórendszer, a nagyvárosokkal összevetve is, az építményi adórendszer is, még az emelések dacára is. Ezt kell azt mérlegelni, hogy mikor, mi és milyen módon valósítható meg. Ha lehetőségünk lesz, akkor készek vagyunk adócsökkentésben is gondolkodni, de akkor ott valahol, ha bevétel csökken, akkor a kiadási oldalt is csökkenteni kell, és látszik, hogy nagyon fontos feladatok megvalósítására fordítjuk ezeket a forrásokat. Az emberek döntő része szerintem azt várja tőlünk, hogy újuljanak meg az iskolák, az óvodák, bölcsödék, szociális intézmények, legyenek az utak, körforgalmak, hangoljuk össze a lámpákat, legyen a városban kulturális élet, sportélet, ezek pedig pénzből valósulhatnak meg, és nem szolgáltathatjuk ki a várost csak annak, hogy legyen európai uniós forrás, vagy hogy milyen pályázatokat, támogatásokat kapunk az államtól. Fontos, hogy legyen a városnak saját bevétele, és ezáltal saját mozgástere is. Ez egy kicsit függetlenné is tudja tenni a várost a külső körülményektől. Még egy kör utcai kérdés sorra készültünk, ezt tekintsük meg így a műsorunk végén, várjuk akkor az összeállítást. Szerintem elég rendezett ez a város, sokkal rendezettebb, mint ahol én lakom egyébként. Ez ennyi esetleg. Mi más tudnék mondani erről? Szép amúgy. Itt ez a tér is. Tökéletes. Szép a polgármesteri hivatal, meg az ilyen épületek. Szerintem sok a hajléktalan. Mármint így a pályaudvar felé. Nagyjából rendben van itt minden, de azért akadnak. Itt lakok ugye most már több mint 40 éve. Hát vannak problémák, szép a város, néha rendezett, de azért előfordult az például itt kint a Rózsaligetbe, vagy itt, hogy az idén azért nem kapott annyi gondozást, mint amennyit megérdemelne ugye a város. Akkor itt van ez a sóderos parkoló, ez is 40 éve már probléma. Körforgalmak, van probléma, amúgy egyébként egy élhető, szerethető a város. A város működésével semmi problémám nincs. Polgármester úrad, mint nagyon meg vagyok elégedve, szép a város, maradjon is így. Vidékiről jöttem, illetve nem vagyok fehérvári lakos, más megyéből is, vármegyéből érkeztem. A Munkácsi kiállítás miatt jöttem Fehérvárra, amit mindenképpen szerettem volna megnézni, főleg azért, mert debreceni diák voltam, és ott a Déri Múzeumban már Munkácsi műveit ismertem. Viszont eltérültem szombat délután, ugyanis kiderült, hogy lesz egy városházvezetés, megtekintés, és ezt mindenképpen szerettem volna megnézni, és utána pedig a szerb ortodox templomban az előadást meghallgatni. Tehát nagyon szinkronban voltak az előadások, de sikerült, ami kerekre és egészre sikerült, az a városházának a megtekintése, és külön köszönet a polgármesternek, hogy ő is ebben részt vett. A kolléganővel szerintem nagyon jól kiegészítették egymást, és ami nagyon szimpatikus volt, amikor a polgármester úr rá vonatkozóan mondom ezt,
amikor a polgármester úr a szobáját megmutatta, lehetőség volt, hogy beüljünk a székébe. Én ezt kipróbáltam, és amikor rákérdeztek, hogy na, milyen a szék, akkor tulajdonképpen megjegyeztem, hogy azt nem is nagyon tudom, a perspektíva érdekelt, hogy a székből mit lehet látni. Ugyanis előzőleg már polgármester úr elmondta, hogy a tárgyak honnét származnak a szobájában, és amikor ezt én jeleztem, hogy a kilátás érdekel, a bujkószobor is, szerettem volna megnézni a székből, akkor ő mondta, hogy igen, a tárgyak önmagukban csak egy tárgyak, de ha ránéz a tárgyakra, akkor azoknak lelke van, mert emlékezteti arra, hogy honnét kapták, és én pont ezt éreztem. Azért ültem bele, hogy körbenézek a szobába, hogy milyen hatása vannak rám is, aki kívülről csöppenek ebbe a szituációba, és nekem ez nagyon szimpatikus, hogy az emberi, a lelki motiváció az számára is fontos, mert nekem is. Tehát ha ránézek a saját ajándéktárgyaimra, amit kaptam, azok mögött mindig valaki van, a készítője, az ember, és én ezt érzékelem most, hogy úgy fogalmaztam meg magamnak, hogy Fehérvárnak gazdája van. Mindegy, hogy diplomás, nem diplomás, lehet róla mondani, hogy milyen készségei vannak, amit én nagyon fontosnak érzek a mai világban, hogy legyenek gazdái az intézményeknek, az utcáknak, a közműveknek, azt érezzék az emberek, hogy van gazdája a városnak, és nekem ez volt a legfontosabb benyomás, és most pedig megyek a múzeumot megnézni, az elmaradt kiállításokat bepótolom. Nos, hát azt hiszem, hogy a kultúra összeköt, bárhonnan is jövünk. Igen, 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 és valóban találkoztam a hölgyel, ott volt a Városháza bejáráson, és ezek szerint tetszett is neki, aminek örülök. Itt hívnám fel a figyelmet egyébként, hogy adventi időszakban tervezünk megint néhány ilyen bejárást, akkor egy kicsit az adventi fényekkel, Karácsonyfa, a Városházáról történő megtekintésével tudjuk színesíteni ezt a programot. És annak örülök, hogy máshonnan jött, érdekelte Fehérvár, és ezek szerint tetszett is az, amit itt tapasztalt. Amikor fiatalok mondják azt, hogy szép a város, annak ugye megint csak örülünk, hiszen az a tervünk mindig, hogy őket itthon tartsuk, megszólítsuk, máshonnan ide csábítsuk, és majd egyszer a stafétát át is adjuk nekik. Én köszönöm szépen a kritikát is, hogy egy másik fiatal vetette föl a hajléktalan kérdést, ugye ennek van társadalmi része is, szociális része is, ugye van egy kiváló intézményünk, a Kríziskezelő Központ, én azt kérem mindenkitől, hogy ha hajléktalannal találkozunk, különösen most, hogy bár ez még nem érződik így a meleg szeptember közepén, de azért majd belemegyünk az őszbe, aztán a télbe, akkor hogy valaki segítségre szól, akkor hívjuk a Kríziskezelőt, és természetesen, ha meg valaki olyat tesz, ez nem csak a hajléktalanra igaz, hanem bárki másra, ami közbiztonsági kérdés, akkor pedig a rendőrséget kell hívni. Egyébként nincs sok, tehát itt nem sok emberről beszélünk, de van néhány olyan terület, ahol ez valóban fölvet problémákat. Itt azon tudunk változtatni, hogy egy úgynevezett alacsony küszöbértékű szolgáltatást kívánunk létrehozni a Kríziskezelő Központ mellett, belül a területen, mert hogy azok, akiket ma látunk kinn a közterületen, sok esetben azért nem tudnak bemenni hajléktalan szállóra, nem azért, mert nincs hely, vagy nincs szakember, hely is van, szakember is van, hanem mert a házi rendet nem tudják betartani. Ez az alacsony küszöbű szolgáltatás, ez azt eredményezné, hogy ők is be tudnak menni, csak egy másik részlegre, ugyanúgy megkapják a szakmai ellátást, és közben pedig a közterületek tekintetében is egy kicsit tovább tudjuk rendezni azokat a területeket, amik fölmerülnek, ugye buszállomás környéke, skála előtti terület, tehát van egy-kettő, nem sok, de van egy-kettő ilyen hely. És hát persze az is majd kérdésünk, a buszállomás átköltözik reményeink szerint a vasútállomás mellé, akkor ez az egész kérdés hogy fog alakulni. Ugye a Murvás parkul, amit az úr joggal vetett föl kritikaként, ugye ez most már régóta magántulajdonban van, így el mindenki, én szeretném, ha végre ott egy rendezett állapot jönne létre, és az több mint 1000 parkolóhely is megépülne, hiszen az lehetőséget ad számunkra a parkolási probléma megoldására is. És hát, amit joggal mondott az úr, szerintem mindig igaz lesz egy nagyvárosra, hogy ő is hangsúlyozta, hogy rendezett és szeret itt élni, és hogy mindig van probléma. Ez a kettő egyszerre igaz, de szerintem igaza volt abban is, hogy ez a város nagyon szerethető, bízom benne, az emberek többsége szerint rendezett, és hát közösen vagyunk a jó gazdái, amit ezek szerint kívülről érkezett, máshonnan érkezett emberek észre is vesznek. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat, és újból nagyon-nagyon sok-sok fehérvári kérdésre tudtunk választ adni. És köszönöm szépen a nagyon sok kérdezőnek is, és én is a lehetőséget.
Nézőinknek pedig köszönöm a figyelmet. Köztérrel csütörtökön jelentkezünk majd itt a Fehérvár Televízióban. A adásunkat visszanézhetik a tévének a YouTube csatornáján, illetve olvashatnak majd róla a Fehérvár Heti Lapban is. Köszönöm, hogy itt voltak, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.